Köszönjük, hogy ilyen sokan eljöttek. Szeretném felkérni Szirtes Andrást és Klanicai Gábort, hogy nyissák meg a kiállítást. Leveszem, jó? Mert ez mégiscsak a rock and roll, az nem egy tánc. Igen. Hadd mutassam be Klanicai Gábort, aki nekem adott egy cserépkályhát, és azóta is, amikor be kell fűteni, hát most már lassan be kell, akkor mindig eszembe jut, hogy ha ő nem lett volna, akkor most fáznék. És hát hadd mutassam be a Rudit, aki szintén itt áll mellettem, ha jó a képzelőerőtök, akkor elképzelitek. Hát a Rudi nem adott cserépkályhát, inkább valami emberi melegséget adott. Soha se volt a barátom, soha se voltunk haverok. Egyszer véletlen összefutottunk, és úgy éreztem magam, mintha egy rejtő könyvbe csöppentem volna bele, mert odajött egy csávó, ilyen szevasz öreg, mit akarsz, elővette a rugós kését, megpörgette, elővette egy üveg pálinkát, mély hangon öblösen beszélt, és nagyon mérges arcot vágott, és elkövette azt a hibát, hogy belenézett a szemembe, én meg az övébe, és akkor hirtelen minden lehámlott, és úgy éreztem magam, mintha mind a ketten ilyen 5-6 évesek lennénk, és valami hihetetlen szeretet és melegség öntötte el a lelkünket. Egy perces néma csönddel adózzunk Rudi emlékének, majd én számolok magamba. 1. Én is mindenkit szeretettel üdvözlök ennek a kiállításnak a megnyitóján. Én nem ismertem Rudit, én ezzel az egész életművel most ismerkedtem meg ennek a kiállításnak a kapcsán, és meg kell mondanom, hogy nagyon melbevágott ez az anyag. Én foglalkoztam, ugyan középkorkutató vagyok, de sokat foglalkoztam a 70-es, 80-as évek szubkultúráival, és ez éppen azt a pillanatot ragadja meg dokumentumszerűen, illetve nem is dokumentumszerűen, hanem művészileg és valahogy személyesen, ami ennek a 70-es, 80-as évek budapesti undergroundjának a végét jelentette. Végét vagy inkább a kezdetét valami másféle létformának. Itt a két tablón, a két vetítővászon, ahol látok, ahol állok, egyik oldalon az undergroundot, másik oldalon a föld feletti részt lehet látni tulajdonképpen. És ez is mutatja azt, hogy egy valami paradox helyzet történt a 70-es évektől kezdve már folyamatosan, de hirtelen 1989-ben. Az, ami föld alatt volt, az, amit még egészen a 80-as évek végéig valahogy egybekényszerített egy olyan rendszer, amelyikbe nem csak ezek az ifjúsági underground megnyilvánulások, hanem a politikai mozgalmak, a vallási megnyilvánulások, az ellenzéki filozófusok és sok mindenki ugyanabban a szűk kis föld alatti térben osztozott ennek az életnek egyrészt egy kicsit az ellenállás, az üldözöttség tudatával, másrészt azzal, hogy megismerkedik egy olyan fajta kultúrával, vagy él egy olyan kultúrában, egy olyan alternatív másik világban, amelyik azért egy élhető és érdekes rendszert adott. Ez hirtelen akkor a napvilágra került, megszűnt a nyomás, és a kérdés az, hogy mi történt akkor. És ezekben a képekben tulajdonképpen azt láthatjuk, hogy egy külföldi, egy érzékeny szemű francia fotográfus, valaki, aki ráadásul, ahogy András bemutatta, megérkezett ebbe a budapesti félvilágba, vagy a nyilvánosságra került ifjúsági szubkultúrába, és egyszerűen annyira beleszeretett, hogy itt maradt 3-4 évig, elkezdte dokumentálni, csinált vagy 100 videófelvételt, polaroid felvételeket, maga is kiállított, elkezdett megnyilvánulni ebben a közegben, és nagyon érdekes az a lenyomat, amit kapunk ezekből a képekből, amiben a választási plakátoktól, az ifjú fideszesektől kezdve a művész élet szereplőig, egészen a dagályfürdőig és más megnyilvánulásokig sok mindent lehet látni, sok mindent meg nem lehet látni. Tulajdonképpen töprenghet a történész is, meg töprenghetnek a kor iránt egy kicsit már nosztalgiával
érző, arra visszagondoló emberek, hogy mi az, ami megjelenik, mi az, ami meg tud jelenni egy ember, és mi nem. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy a mérleg az nagyon-nagyon érdekes, mert azt lehet látni, hogy ez a budapesti szubkultúra, ez megihlette Rudit, egy olyan módon illeszkedett bele, ahogy nagyon kevesen a külföldiek közül, egy félvilági vagy a budapesti szubkultúra személyisége lett, barátságba került nagyon sok mindenkivel, zenészekkel, művészekkel, klub tulajdonosokkal. Lehet látni azokat a színtereket, ahol ez elkezdett új életet élni, a Fekete Lyukot, a Tilosazát, Zanzibárt. És ezekben a filmekben egy sor olyan beszélgetés is van, hát persze sok száz óra, Szőke Anna Mária egy nagyon jó bemutatót adottan a falon lehet olvasni, hogy mi mindent lehet látni ezekben a filmekben. Én eltöltöttem egy pár órát, interjúk is vannak, Müller Pétertől kezdve a Zanzibár klub vezetőnőig, aki a rendőri zaklatásokról panaszkodik, és azt lehet látni, hogy mindez ugyanakkor egy művészetté válik Rodolf Hervé kezében, egy olyan művészetté, ugyan ezt a művészetet, ezt azt lehet mondani, hogy a családi levegővel szívta magába, interjút készített apjával is, és valahogy egy furcsa ellenpontot ad a saját alkotásaival, egyrészt az apja nagyon fontos művészeti teljesítményére, de egyúttal egy állítást, amivel ő valahogy elhelyezi magát ebben a budapesti kontextusban. Itt nem csak a képeket érdemes tehát nézni, hanem a videókat is, néhányat vetítenek, és a többi pedig itt a Nyílt Társadalom Alapítvány archívumában van. Ez egy olyan készlet, ami egy olyan privát történelmet és egy olyan művészi attitűdöt mutat, ahol a művészet tényleg átmegy az életbe, ahol a magánélet szinterei és a nyilvánosság szinterei és a félnyilvánosság szinterei, azok valahogy együtt adnak egy nagyon érdekes, kavargó esztétikai látványt. És ezzel a kiállítást megnyitom.